Főhős. Egy rendhagyó portréműsor a Biblia ismert és kevésbé ismert hőseiről. A teremtéstől kezdve, korszakokon átívelve. Ismerje meg velünk a Szentírás legfontosabb szereplőit, életüket, motivációikat, szenvedéseiket vagy éppen felemelkedésüket. Főhős. Most a Hitrádióban. És ugye ebben az időszakban még nincs világos látás, olyan, hogy dogmatikus úgymond tanítás a feltámadásról, meg ilyenek, de benne van már az ábrahámi, izsáki, jákobi örökségben ez a hit. És látszik, hogy a Jobbnak is ez megszületik közben. Ugye ezt úgymond a Jobb az az Úc földjénél, az Úc az a Nákhornak, Ábrahám testvérének volt az első szülött fia. A Búztól származó Elihu, ugye a másik nagyon pozitív szereplő a Jobb könyvében, az a Nákhornak, az Ábrahám testvérének a másodszülött fiától származik. Tehát az Ábrahám családjának az oldalági emberei, meg az Ábrahám leszármazottaiban, a nem zsidó, hanem oldalági, tehát a témán, meg a Suach, az ugye két ábrahámita nép, tehát, én ezért is gondolom, hogy talán ez a legvalószínűbb elmélet a Jobb könyvével kapcsolatban, de akkor most már ezzel nem akarok tovább foglalkozni, csak hát ezzel is lehet illusztrálni, hogy azért a Mózesnek valószínűleg fantasztikus intellektuális élete is volt ott a sivatagban, mert azért ilyen bölcsöregekkel találkozott. Mindenképpen ilyen a Jetró is, meg a többiek, tehát azért ezek azért tudtak valamit ezek az emberek. És akkor mindennek tett, tehát ő már tud az Úrról, ez biztos, de nem ismeri még személyesen, és akkor történik a csipkebokor ügy. Ez ugye nem csipkebokor volt, ezt ma már nagyjából tudjuk. Nem tudjuk pontosan, milyen bokor volt, de egyébként akár csipke is lehetett. És ugye nagyon érdekes, ahogy a Tóra fogalmaz, hogy ég, de nem ég el. Ez keltette föl Mózes figyelmét. Már órák óta ég az a csipkebokor, és még mindig ugyanakkora. Mert hogy egyébként ott a sivatagban biztos, hogy nem volt ez egy olyan feltűnő jelenség, nem? Nem. Hát ott gondolom, hogy lángra kapott néha valami. Persze, hát ugye kis, mit tudom én, levélen kirág egy kis lukat egy bogárka, azon át megy a nap, vagy ráesik egy harmad csepp, vagy ilyesmi, és átmegy a nap, és az akkora tüzet gyújt a fényfókuszálás miatt, hogy pláne nagy melegbe, meg szárasságba. De hát az ilyen, de eddig mindegyik elégett. És ugye gondolhatjuk, hogy pásztorolja a birkákat, látja, hogy ég ott egy csipkebokor, jó, ilyet már láttunk, fél óra múlva még mindig ugyanakkora a csipkebokor, és még mindig ugyanúgy ég, na ilyet viszont nem láttunk, és akkor ugye oda megy megnézni. És akkor szólítja meg a lángból őt az Úr vagy az Úr angyala, ugye mind a kétféleképpen fogalmaz maga a Tóra is, mert ugye az Úr és az Úr angyala, az ott nehéz megmondani, hogy az ugyanaz, vagy nem ugyanaz. Mert ugyanaz is, meg nem is. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy amikor az Úr maga angyalként jelenik meg, az az Úr angyala. Tehát itt is, ugye az is érdekes, hogy most mivel nem egy ember jelenik meg, ahogy régebben szokás volt Ábrahám, Izsák, Jákob esetében, ott meg az lehetett a nehéz, hogy egy ugyanolyan ember jött, mint bármelyikünk, és arról derült ki, hogy az az Úr. Itt meg egy láng van, tehát nem antropomorf formában jelenik meg, és az Úr köve, ugye angyal Meleach, az egyszerűen követet, küldöttet jelent, de azt is tudjuk, hogy maga az Úr is meg tud jelenni saját követeként, hogy így mondja. Hát ezt nem érdemes tovább elemezgetni, mert ez már a transzcendencia birodalmába veszik, de lényeg, hogy ugye ott megszólítja őt. Isten is bemutatkozik, mint a te atyádnak, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak is, akiről így ebben a formában már biztos, hogy hallott Mózes. A Mózes ugye nagyon megrémül annyira, hogy oda sem mer utána már nézni. Tehát lehagyja a fejét, és nem mer ránézni a bokorra.
ezt később a rabbik kiemelik, hogy ez nagyon fontos, mert ha nagyon nézte volna, akkor hát meg is halhatott volna akár, vagy elveszthette volna a küldetését, mert az Istent nem szabad bámulni. Tehát, és ő ezt tudta? Nem, hát nyilván ösztönszerűleg, tehát, de mégis ez az alázatnak a magatartása. Akkor ugye felszólítja Isten, hogy vegye le a cipőit, mert Szentföldön áll, és akkor mondja el neki, hogy hát meghallotta az Izrael fiainak a kiáltását. Itt megint tennék egy oldalági megjegyzést, hogy 80 év telt el azóta, hogy Izrael fiai kiáltani kezdtek. 80 év. És azóta mi van a fiú gyerekekkel? Tehát ezt csak arra mondom, hogy ugye mi szoktunk imádkozni, és amikor eltelik egy kis idő, és még mindig nem történik semmi, akkor mindenféle kétségbeesésekbe, meg rossz esetbe, keserűségbe, csalódottságba, meg káromlásokba mennek az emberek. Itt 80 év, valószínű, hogy a fáraó idővel abba hagyta a fiúgyerekek írtását, mert önben nem maradt volna 600 ezer férfi, aki kivonulhasson Egyiptomból. De valószínűleg jött olyan nemzedék közben, ahol már nem írtották a fiúgyerekeket. Ez nem egy ilyen egyszerű esemény volt, mint a Heródesnél. Nem, ez egy rendelet volt, amit egy ideig, amíg ezt vissza nem vonta a fáraó, vagy egy másik fáraó, addig ezt folyamatosan csinálták. Ez egy nagy nyomorúság volt, nagyon nagy szenvedés. A kiáltás, ez is egy érdekes dolog, mi az, hogy az Úrhoz fölhat a kiáltás. Hogy ez nem feltétlenül az imára és a hangerőre kell itt gondolni. Mert például van olyan, amikor Jakab azt mondja, hogy az aratók bére, amit elfogtatok, kiált az Istenhez, és az Isten meghallotta. Aztán hallunk olyat, hogy a vér is kiált az Istenhez. Aztán olyan is van, hogy azt mondja Ábrahámnak az Úr, hogy Szodoma kiáltása felhatott hozzám. Nem valószínű, hogy a szodomaiak imádkoztak. De az biztos, hogy rettenetesen szenvedhetett abban a városban rengeteg ember, rettenetesen, főleg lelkileg, ugye a körülmények miatt. És itt nem csak az imáról van szó, hanem arról, hogy van amikor a vér, van amikor a bér, ugye Jakab ezt mondja. Tehát, hogy egyszerűen az élethelyzet annyira kifordult, annyira tűrhetetlen, hogy, és az emberek szenvedése emiatt elér egy olyan fokot, hogy lehet, hogy ő a szobába ül, és némán magába görbed, és egy hangot nem ad, de a szívéből mégis olyan erejű segélykiáltás megy föl az égbe, hogy Isten nem tudja nem meghallani. És tehát azért mondom, nem csak az imákról van itt szó, hanem a szenvedésnek van egy olyan ereje, ami egy bizonyos ponton Istennél kiveri a biztosítékot. És ugye azt mondja, hogy meghallottam ugye a fohászkodás, amit a Károli fohászkodásnak fordít, az sóhaj, nyögés. Tehát a nyögéseket hallottam meg, a sóhajokat hallottam meg. A Zsoltár hivatkozik is, mondja, hogy értsd meg, Uram, a sóhajtásomat. Tehát nem mindig tudja az ember elmondani, hogy mit akar pontosan, vagy hogy gondol, hanem csak nyög meg sóhajt, és az egy nagy örömhír, hogy az Isten azokat a nyögéseket, sóhajokat, amik nem ilyen önsajnálatból, meg ilyenekből, meg elkényeztetettségből, hanem valódi, mély, nagy sors problémák és szenvedések miatt törnek föl, ezeket Isten hallja, és imaként érti. Itt ez történik, ugye az, hogy ismerem szenvedéseit, az azért megdöbbentő mondat, főleg a Héberben, ahol ugye az ismerés az nem elméleti tudást jelent, hanem átélést jelent, tapasztalatot jelent, mert ebben már a Krisztus nyilatkoztatja ki magát, hogy ismerem, tehát átéltem a szenvedéseit, le is szállok, hogy megszabadítsam őket, és téged küldelek el. Na, ugye itt aztán kezdődik egy vita, mert Mózes benidőközben úgy tűnik a 40 év alatt
hát, hogy mondjam, minden testi ambícióját elvesztette a felől, hogy ő szeretne Izrael megmentője, meg törvényadója, meg nem tudom milyen lenni. Pont eljutott odáig, hogy ez a vágy kihalt belőle, hogy úgy mondjam. És ezért ellene mond Istennek. Többször is. Ugye először azt mondja, hogy, hogy hát ő ezért nem, mert hogy ezért nem alkalmas. Azért, hogy hiszik el nekem, hogy te küldtél, akkor ugye csodákat tetett vele, húzd ki a kezedet a ruhádból, dug vissza, ugye leprás, nem leprás, kígyóvá változik a botja, meg ilyenek. Jó, jó, de Mózes azt mondja, hogy hát ez még kevés, tehát én nem tudok beszélni, nehéz ajkú vagyok. De akkor ez az, hogy már egy picit felejthetett a nyelvből esetleg? Vagy itt? Hát itt a kifejezés inkább olyasmire utal, hogy hát vagy ugye ez ellentétben áll ez a közlés, az István azt mondja, hogy hatalmas volt beszédben. Tehát itt vagy változott valami. Lehet, hogy a Mózes a 40 éves pásztorkodás alatt egy inkább ilyen kicsit zárkózott, befelé forduló, gondolkodó, nem szószátyár. Én nem tudom képzelni, hogy egy fáraói udvarban a hercegek, bár az nem olyan volt, mint egy mai királyi udvar, hanem annál sokkal másabb, és nem sok fogalmunk van róla, de azért maga az élet természetes rendje szerint is valószínűleg ott a hercegek azért sokat locsogtak, fecsegtek, dumáltak, beszéltek, mert hát az elithez tartozó elkényeztetett fiatalok azok rendkívül sokat tudnak beszélni, locsogni, fecsegni, tehát ez nem. És hát lehet, hogy ahhoz képest meg az, hogy utána azért, ha nem is magányban, de azért mindenképpen egy sokkal nagyobb fokú elszigeteltségben, meg egyedüllétben vándorolgatva ott a birkákkal, biztos, hogy szükszavúvá ez nem is kell sok el is szokhat az ember a beszélni. Igen, mert mondjuk ugye sokan tapasztalják azt, hogy megszületik mondjuk egy gyermek, és akkor otthon van az anyuka vele egy-két évig, és sokszor én hallottam ilyeneket, hogy így leépült, vagy hogy úgy érzi ő maga, hogy nem. Tehát, hogy nem azzal nincsenek meg azok a képességei, akár beszéd, mert hogy ugye otthon van, és nem sokat beszél. Persze, én egyszer 5 napra kimentem az erdőbe teljesen egyedül sátorral, egy patak mellé, ott teljesen egyedül laktam több mint 5 napig. Amikor visszajöttem, hát egész 5 nap után rendkívül megdöbbentő élmény volt, hogy ahogy visszacsöppentem a városba, mert először is nem tudtam gyakorlatilag földolgozni, hogy mennyi ember, meg mennyi autó, meg mennyi. A másik pedig, hogy az egy teljes napon keresztül alig tudtam kommunikálni az emberekkel, mert valahogy ilyen nagyon túlbonyolítottnak, és ilyen nagyon furcsának érzékeltem az egészet, és úgy kívül is maradtam belőle, vagy hogy mondjam, tehát nem... Ott a vaddisznókkal létesítettem együttélési viszonyt ott, mert ugye pont odavertem föl a sátramat balgatag módon, amerre ők lejártak inni a vízhez. Volt egy galambgomba a sátramtól 1,5 méterre, de gondoltam, várok egy napot, hogy nagyobb legyen, és majd akkor eszem meg. Ám, de másnapra a sátramtól 1,5 méterre lévő galambgombát megették a vaddisznok, ami azért elég közel van a sátramhoz. És akkor azon lassan ők észlelték, hogy én ott vagyok, aztán utána már tüzet is raktam, ugye azért este a biztonság kedvéért, és akkor mindig hallottam, hogy mindkét irányban ilyen 50 méter széles sávban így kikerülnek. És a végén, az 5 nap végére én a vaddisznókkal, megmondom, ez teljesen tisztelettudó, mindkét oldalról tisztelettudó, de kifejezetten illedelmes és baráti viszonyba kerültem, őszintén. Nem érintkeztünk egymással, de nekem nagyon tetszett az, ahogy a nők én hozzám viszonyulnak, tehát egy békés és ilyen elkerülő magatartással, és én is ilyen módon nem zavartam az ő köreiket.
Visszajöttem az emberek közé, hát először úgy tűnt, hogy egy őrültek házába érkeztem volna, tehát a vaddisznókkal sokkal egyszerűbb egy hullámhosszra kerülni. Na mindegy. Szóval csak azért mondom, hogy a... Mózes is így lehetett akár a lyukokkal. Hát de én 5 napig próbáltam ezt ki nagyvárosi gyerek létemre, ugye, ha tudjam, hogy kicsit legalább, hogy ez milyen. De hogy mi történhet egy emberrel, ha 40 évig él így, akkor az nem csoda, hogy nem nagyon beszédes. Múltkor elbeszélgettem egy gulyással, lehetett úgy 25 éves, te kint él a gulyával tavasztól őszig. Hát a beszélgetésünk az úgy nézett ki, hogy ő támaszkodott így a botjáról, így az állával, és egyáltalán nem szólalt meg. Én leültem melléje, köszöntünk egymásnak, de aztán ő nem beszélt. És akkor én néha kérdeztem ezt-azt, és akkor ilyen a lehető legtömörebb ilyen 1-2 szavas válaszokat adott. 1 óra hosszáig kísérleteztem, mert nagyon érdekelt, hogy ő hogy él meg minden. Akkor végül már elmondott 1-2 dolgot, ami érdekes volt, hogy segít a kisborjúnak, hogy tudjon szopni, mert hogy az elején még azt se tud, meg mit tudom én. De ezt mind ilyen tőmondatokban. És amikor megint egy ilyen hosszú hallgatás után végül úgy döntöttem, hogy most akkor elköszönök, de már vagy egy óra is elment, hát mondom, lassan mennem kell, és nem elköszönt, hanem így elnézett a semmibe, és azt mondta, hogy elmegy itt az idő. És ez volt az elköszönése. Tehát így elképzelhető, hogy a Mózes tényleg nem érezte úgy, hogy ő most a fáraói udvarba visszamegy, és majd ott ő lesz a nagy szónok. Meg és a nagy, kiáll az elit elé. Kiáll az elit elé, és ott elmondja a szónoki beszédeit, meg amit tudom én. Mindegy, lényeg az, hogy amikor ugye a többedik, akkor Isten mondja, jó, akkor majd Áron beszél helyetted, mert ő az ugye a végig azóta is ott volt, tehát... És a Mózes csak ellenáll, semmi nem győzi meg, és mond egy ilyen mondatot a végén, hogy Uram, küldj, akit akarsz. Tehát magyarul, hogy válaszol, aki már. És nagyon érdekes dolgot olvasunk, ekkor az Úr haragja fölgerjedt ellene. Na, akkor viszont a Mózes egyből, hogy úgy mondjam, föladta az ellenállást, nem tudjuk ez milyen élmény lehetett, de minden esetre elég volt ahhoz, hogy föladta az ellenállást, csak ugye ez azért érdekes és fontos, mert a Mózes egy archetípus is, hát ő magának a messiásnak is előképe, az egyik legnagyobb előképe, valamint ugye azt mondja az ige, hogy profétát támasztok nekik, ha később mondja a törvényben, olyat, mint te.